Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Nincs év, hogy ne kelljen végignézni azt a jelenséget, amelyben a kórházak és állami rendelőintézetek adóssága ütemesen gyarapszik. Ez a rendszer évente 40, illetve 70 milliárd forint közötti adósságot termel, amelynek a konszolidációjára minden évben sort kell keríteni, ahelyett, hogy egyébként betervezné a kormányzat. Ezt jellemzően olyan beszállítók felé, olyan vállalkozások felé tartozik ilyenkor a kormány az év végére már milliárdokkal, akik az egészségügynek a zavartalan működését biztosítják, legyenek akár eszköz beszállítók, vagy olyan vállalkozások, akik gyógyító, ápoló munkát is végeznek az állami intézményekben. Ebben az évben is közel 0 forint adóssággal indultak a kórházak, de április végére már ismételten 19,5 milliárd forint körüli tartozás állományjal rendelkeztek. Tekintettel arra, hogy a kórházi eszközök beszállítása nagyon sokszor külföldi termék, ezért az euró árfolyam, illetve az elmúlt időszakban most már két számjegyűre hízott infláció is nehezíti a kórházaknak a beszerzését, és egyre jobban növeli a költségeiket. Szintén nem segíti a helyzetet, hogy ezeknél az intézményeknél folyamatosan nehezen kalkulálható a teljesítmény alapú finanszírozásnak az elmúlt időbeni kiigazításának a hiánya miatt, hogy miként tervezzék az ellátást, és a koronavírus járvány is nagyon sok mindenben az elmúlt évek a tapasztalat alapján tervezhetetlenné tette a jövőbeli ellátást. Jobboldali konzervatív pártként a Jobbik elkötelezett amellett, hogy egy jól finanszírozott, erős, robosztus állami ellátás legyen, amely állami ellátásban megfelelően finanszírozzák a betegellátást, és a kórházak annyi pénzt kapnak, amennyi szükséges, így elkerülhetek a várólisták, illetve elkerülhetek azok az események, amelyek az elmúlt időszakban napvilágot láttak, legyen szó akár szülőszéti osztályoknak a napokra szóló bezárásáról, vagy egyes betegeknek a más kórházakba való küldéséről. Egy biztos, abban is elkötelezettnek kell lenni, hogy azok a vállalkozások legfőképp kisvállalkozások és mikrovállalkozások, akik beszállítók és évvégéig várnak folyamatosan hónapokat a saját díjaiknak a megfizetésére, biztonságban legyenek, részükre időben és megfelelő finanszírozás jusson. Mindezekre tekintettel kérdezem tisztelt miniszter urat, változik-e az állami kórházak és rendelőintézetek finanszírozása ebben az évben? Megkapják-e azt az összeget, amelyen meg tudják akadályozni a tartozások felhalmozódását? Mekkora költségnövekedést okozhat a kórházaknak az infláció és a forintgyengülés? Mit kíván ez ellen tenni a kormány? Lesz-e évközbeni nagyobb tartozásrendezés, hogy a beszállítók is, így különösen az ott szolgáltatást nyújtó gyógyító, ápoló munkát végző vállalkozások felé rendezni tudják a kórházaik a tartozásokat? Várom őszinte a válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lukács képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Hogyha átlátható gazdálkodásról beszélünk, akkor biztos, hogy nem a Jobbiktól kell tanácsot kérjünk, hiszen az állami számvőszék is elmondta, hogy önöknek 2019-ben és 2020-ban sem sikerült sem átlátható módon tevékenykedni, sem törvényesen felhasználni a forrásaikat, és az is megtörtént, ami a magyar párttörténetben talán Tordján József óta nem volt jellemző, hogy az önök elnöke, aki most bujkál itt a parlamentből is, most az önök elnöke saját alelnökét jelentette fel azért, mert szerinte nem törvényesen bánt a közpénzekkel. Aztán kiderült, hogy persze lehet, hogy mégsem jelentette föl, azóta se tudjuk, hogy ez az állítás esetleg, hogy feljelentés állt elnökét igaz volt-e vagy sem. Azt biztosan tudjuk, hogy zaklatás ügyekben nem szoktak feljelentést tenni, az párton belül történik, de úgy látszik itt közpénzügyekben sem. Tehát ennyit az önök átlátható és törvényes működéséről, maradt a Jobbikban is csak a pozíció és pénzharc. De ami az egészségügyet illeti, a baloldalnak az volt a programja a kórházakkal kapcsolatban, önök úgy futottak volna neki az esetleges költségek csökkentésének, ugye, hogy a kórházak 45%-át bezárták volna. Aztán azóta ezt már bővítették, mert elmondta az egyik politikusuk, aki itt ül önökkel együtt az ellenzék pacsoraiban, hogy nem is 45%-át kell a kórházaknak bezárni, a nagyobb részét, és azt pedig az önök vezetőjétől, Gyurcsány Ferenctől számtalanszor hallottuk itt, hogy újra bevezetni a vízidíjat, hogy az egy érdemi reform volt, és ma is megtenni, és az önök miniszterelnök jelöltje meg azt is elmondta, hogy az ingyenes egészség igazából egy illúzió, és az önök miniszterelnökje, azt hiszem, a volt frakcióvezetőjükkel közösen beszélgette ezt meg valamikor, amikor ezt utána egy videóban láthattuk. Tehát önöknek röviden összefoglalva, kevesebb kórház, több befizetés az emberek részéről, ez volt a receptje az egészségügyben. Ezzel szemben
mi minden évet úgy zártunk az egészségügyben, hogy nullával fordultak a kórházak, nem maradt semmiféle kintlevősük, és azt tervezzük, hogy a későbbiekben is, tehát a következő időszakban is a kórházaknak, ha bármilyen kintlevőség van, azt előbb-utóbb, ahogy az előző években, úgy most is igyekeztünk nullára levinni, és ön is tudja, hogy a koronavírus járvány teljes mértékben felborította a korábbi terveit a kórházaknak, ez többet költséget jelentett, de a kórhány, kormány soha egyetlen egy esetben sem mondta, hogy bármelyik kórháznak bármelyik tételét nem fizeti ki a járvánnyal összefüggésben, bármekkora többletkiadás is volt ez, hanem mindig megtettük, mindig kifizettük, mindig biztosítottuk azt, hogy a kórházak működhessenek. És nyilván azt is ön is tudja, hogy jelen pillanatban a világ minden országában, Európának, aztán pláne az energiaárak olyan mértékben emelkedtek meg, ami a kórházak számára is nyilván nehézséget okoz, és ebben is többletkiadásokkal kell számoljanak. Jó lenne, hogyha az európai politikusok kicsit megfontoltabban döntenének, sőt nem kicsit, hanem nagyon megfontoltabban cselekednének, és nem sodornák egy olyan negatív spirálba Európát, hogy nem csak a vállalkozások, Nyugat-Európában nem csak a háztartások, hanem akár a kórházak is többletkiadásokkal kell, hogy számoljanak az elhibázott szankciós politika miatt és a háborús infláció miatt. Úgyhogy mi arra fogunk törekedni, hogy minden kórháznak ezeket a költségeit biztosítsuk. A jövő évi költségvetés is 100 milliárdos nagyságrendben tervez többlet ráfordítással az egészségügyben. Ha 2010 óta nézem, jóval több mint 1500 milliárd forinttal növeltük az egészségügynek a forrásait, pontosan azért, hogy mindenkinek jusson többlet. Ez azért is kellett, hiszen radikális orvosbéremelési folyamatban vagyunk. Az idei évben is 38,5%-kal emelkedett az orvosbér, jövő évben is emelkedni fog. Összességében itt 4 év alatt 2,5-szeresére emeltük az orvosbéreket, és 71%-kal emeltük az ápolói béreket, és mindezeknek a fedezetét a kórházak költségvetésében is évről évre biztosítottuk, ezeket a többleteket a kórházaknak és rendelőknek is odaadtuk az elmúlt esztendőkben, és nyilván ez a jövőre is a tervünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Megkérdezem Lukács képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ? Tisztelt államtitkár úr, nem áll módonban elfogadni a választ, sőt, van abban valami megmosolyogtató, amikor az a kormány próbál minket átláthatóságból oktatni, aki a veszélyhelyzetet veszélyhelyzetben nyújtva 45 plusz 45 napig titkolja az adatokat, ha teheti, a kórházi fertőzéseknek a számadatait évekig nem tette közzé, akiktől nem tudjuk, hogy hol van az a több ezer lélegeztetőgép, amelyeket önök elbizniszeltek, megvettek, és amellyel nem tudnak elszámolni, nem tudnak egy épületet mutatni, hogy hol tartják ezeket, mutatnak belőle pár százat, egyébként lehet pont az ön választók körzetében van olyan raktár, ahol ezek vannak, csak meg kellene mutatni Rétvári államtitkár úr, de egy világos, és ez látszik a válaszából, államtitkár úr, önök egy dologban elhatározottak. Nem egy jól finanszírozott állami egészségügyet szeretnének, hanem egy olyan egészségügyet, amelyből a betegek elkényszerülnek, amelyből az önök barátjaihoz, akik már ott állnak ugrásra készen a magánellátásban, a magánkórházaikkal. Önök azt szeretnék, hogy az emberek ne a magyar állami egészségügyben, hanem a magánegészségügyben gyógyuljanak. Ezzel szemben a Jobbik azt szeretné, hogy robosztus, jól finanszírozott állami ellátás legyen, hogy mindenki időben oda jusson az ellátásra, és hogy ne a várólistákon kelljen várakozni. Önök szöges ellentétben állnak a magyar emberek egészségügyi érdekével. Köszönöm szépen.